Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Halasi Tükör, a városi heti lap. Tükröt tartunk. Címlapon a hét legfontosabb történései. Sima lesz. Indul a Jókai utca régen várt felújítása. Őrizetben a rendőr. Korrupcióval gyanúsítják a tiszthelyettest. Ez a divat. Különleges bemutatón aratott sikert a Halasi csipke. Halasi Tükör. Keresse szerdánként a szokott helyen. A balesetek délutánja, motoros és kerékpáros sérültje is volt az ütközéseknek. Új rohamkocsit kaptak a mentősök, a belső kialakításnál kikérték a mentődolgozók véleményét is. Kátyúk, bukkanók, aszfaltfoltok, egyre rosszabb állapotban van a nagyforgalmú zsanai. Már az adventet tervezik, az egyházi vezetőket fogadták a Halasi Városházán. Köszöntöm Önöket, ez a Halas Televízió csütörtöki hír összefoglalója. Tartsanak velünk! Súlyosan megsérült egy motoros ma délután Kiskunhalason az Átlós és a Szegedi út kereszteződésében. Kanyarodás közben vesztette el az uralmát a vezető a jármű felett. A motor neki csapódott az útmenti korlátnak, a riasztott mentők a Halasi Kórház sürgősségi osztályára szállították a vezetőt. A helyszínelés és a műszaki mentés idején félpályás útzár volt, a forgalom rendőri irányítás mellett haladt. A baleset körülményeit a Halasi Rendőrkapitányság közlekedés rendészete vizsgálja. Volt egy másik baleset is ebben az időszakban. Kiskunhalas és Kiskunmajsa között Harkakötöny közelében egy kerékpáros sodort el egy Renault kis áruszállító. A biciklis az aszfaltra zuhant, az elsődleges adatok szerint súlyosan megsérült. Ellátására Kiskunhalasról és Majsáról is érkeztek mentők, a helyszínen stabilizálták az állapotát, majd a Semmelweis kórházba szállították. Félpályás útzár volt ezen a szakaszon, a forgalmat itt is rendőrök irányították, ennek a balesetnek a körülményeit is a Halasi közlekedés rendészet vizsgálja. Tegnap állt szolgálatba a Kiskunhalasi mentőállomás vadonatúj rohamkocsija. A Mercedesen több újítás is van a korábbi típusokhoz képest, a betegterét pedig a mentő dolgozók igényei alapján alakították ki. Ez a Mercedes Sprinter a Kiskunhalasi mentőállomás új rohamkocsija. A jármű, amelyben több újítás is van, tegnap állt szolgálatba, és még ismerkednek vele a gépkocsi vezetők is. Automata váltós, ez mindenféleképpen kicsit majd megváltoztatja a vezetési stílust. A megkülönböztető jelzését is kiegészítették a tükörbe és a motorháztetőbe beszerelt lámpákkal, és a hangjelzése is nagyobb volumenű, úgyhogy elég komoly hangjelzést ad. Újdonság még az a megoldás, ahogyan az életmentéshez szükséges eszközöket el lehet helyezni a hordágy felett. Korábban ez nehézséget jelentett. Mindig itt a hordágy oldalára próbáltuk eddig az eszközöket felhelyezni, és volt, amikor itt a beteg lába közé lábára voltunk kénytelenek feltenni bizonyos műszereket, infúziót. Amit most kivált, mert egyszerűen ide erre fel tudjuk tenni, és nem nyomjuk a beteg lábát. Ez egy nagyon jó dolog. Nagy József állomásvezető mentőtisztől megtudtuk, hogy a Mercedes minden szempontból megfelel a 21. századi követelményeknek. A mentőtiszt arról is beszélt, hogy mikor van szükség ilyen, magasabb ellátást jelentő mentőautó bevetésére. Ez az új autó, ami most érkezett hozzánk, ez egy 465 ezer kilométert futott régi 13 éves mentőgépkocsit cserélt rá. Ez a kor követelményének teljesen megfelelő rohamkocsi, ami nagyon jól felszerelt, a kialakítása teljesen megfelel annak, amit mi szeretnénk elvárni, hogy az eseteket a helyszínen jól elláthassuk. Ennek megfelel lett minden kialakítva.
A mentésirányítás igyekszik úgy válogatni, szelektálni, hogy a súlyosnak tűnő bejelentésekhez mindig a lehető legjobb és legmagasabb szintű mentőegységet küldje. Ennek megfelelően, hogyha a bejelentés szerint egy súlyos sérült betegekhez kell mennünk, akkor igyekeznek mindig a szabadon álló eset és rohamkocsit a helyszínre küldeni. Egy kabala figura is. A kiskolosi mentőállomáson ezzel már három sárga színű az elmúlt évek fejlesztésének köszönhető mentőautó van szolgálatban mintegy 80 ezer ember sürgősségi betegellátásában. Közel 60 kátyú és útjavítás miatti bukkanó van Halas és Zsana között. Korábban több nézőnk is jelezte, hogy egyre rosszabb állapotban van a zsanai út, beleértve azt a szakaszt is, amit nagyjából 3 éve újítottak fel. Stábunk ma szemügyre vette, milyen útviszonyok között kénytelenek autózni az arra közlekedők. Ezt követően pedig feltettük kérdéseinket az illetékeseknek. Halas határában vagyunk, több nézőnk is jelezte, hogy a zsanai út nem éppen megfelelő állapotban van. Most elindulunk és megnézzük, hogy mennyire kátyús az út. 1, 2... Körülbelül félúton járhatunk Kiskunhalas és Zsana között, folyamatosan azt érezzük, hogy hepehupás az út. Voltak kátyúk, ezeket javították, de tényleg folyamatosan mozog az autó. Na, ide értünk Zsanára. Útközben, a számolás közben elvesztettem a fonalat, valahol 50 és 60 között állhattam meg. Folyamatosan kátyúk és útjavítások vannak, amik valóban bosszanthatják az autósokat. Most megkérdezzük az illetékeseket, hogy ugyan mi a helyzet ezzel a zsanai úttal. Az illetékesek pedig a Magyar Közút ZRT szakemberei, akikhez többek között a zsanai út is tartozik. Arra voltunk kíváncsiak, mi eredményezhette, hogy a nagyjából 3 éve átadott útszakaszon már is ilyen mértékű javításokat kellett végrehajtani. A zsanai úton folyamatosan végzünk kolat fenntartási munkákat, tehát kátyúzás. Amennyiben a kérdés az a már korábban felújított szakaszon történő felületi zárásos javításokra vonatkozik, azt nem mi végeztük, hanem a korábban a burkolatot építő cég végzett garanciális munkákat. Ott azon a szakaszon várható-e újabb felújítás, tervezi a közút, hogy tovább is haladnak azon az útszakaszon a javítási szempontból? Egyelőre nincs tervben ott nagyobb javítási munka. Mint megtudtuk, a zsanai út néhány évvel ezelőtti felújítása során az útalap megmaradt eredeti állapotában. A munkálatokat végző vállalkozás csak az úgynevezett kopóréteget húzta újra. A nagy forgalom miatt azóta folyamatosan javítani kell a kátyúkat. Ezek a képsorok a Kossuth utcán készültek. A nyár folyamán itt is felújítási munkálatok zajlottak. Kátyúzógépes, Roszkó kátyúzásos technikával végeztünk felújítási munkákat. Ez gyakorlatilag ilyen helyszínen utántomörödő burkolattal, és ez oka is volt, lehet, hogy utána egy ideig kavicsos volt a burkolat, de ezt utána eltakarítottuk. Egy korábbi tudósításunk kapcsán arról kérdeztük a halasi autósokat, mennyire elégedettek a Kossuth utca burkolatának állapotával. Néhol szerintem sok kátyú van, és mióta így lesóderezték, azt is nagyon dobálják fel a kerekek, úgyhogy szerintem ez nem volt annyira jó megoldás. A szakemberek felhívják az autósok figyelmét arra, hogyha az út állapotából fakadóan káreset éri őket, az több módon is jelezhetik az illetékeseknek. Ha egy olyan információs jellegű bejelentés, az természetesen itt a Kiskunhalasi mérnökségen megtehetik, akár személyesen, akár telefonon is. Hogyha pedig kátyúkár jellegű a bejelentés, azt a Magyar Közút honlapján tehetik meg, ott van erre egy speciális felület, ahol ezt kitöltve tudják jelezni. Vegyesek a tapasztalatok a délalföldi régióban a baromfitartók járványügyi ellenőrzése során. A Nébih ellenőrei az állattartók egyikénél sem tapasztaltak olyan súlyú hiányosságot, amely azonnali intézkedést igényt volna. Minden telep körbekerített volt a baromfikat, zártan, fedett helyen etették, sehol sem lépték túl az előírt telepítési sűrűséget. Megvolt az állatok és a takarmány nyomon követését biztosító dokumentum, és a takarmányt úgy tárolták, hogy azzal a vadon élő madarak nem tudtak érintkezni. A legalapvetőbb járványvédelmi feltételek tehát mindenhol teljesültek. Azonban több helyen probléma volt például a derékig mellmagasságig érő gaz, ami noha a nyári melegben valóban betölthet árnyékoló funkciót, kiváló búvó, de akár fészkelő helyet is jelent a vadmadarak számára. Szintén több gazdaságban akadtak vashulladékból, betonoszlopokból, néhol egyszerű kommunális szemétből álló rakások, kupacok. Ezekbe előszeretettel költöznek bele az egerek és a patkányok, áll a Nébih vizsgálati anyagában.
A bérek rendezését tartják az egyik legfontosabb kérdésnek. Ma délután Halason járt az LMP országgyűlési képviselője Sallai R. Benedek. A politikus Megújuló Magyarországért címmel tartott sajtótájékoztatót és utána fórumot az érdeklődőknek. Információkat gyűjtünk, hogy vajon mindenki megvan elégedve a jelenlegi kormányzattal, megvan elégedve Magyarországnak a helyzetével, megvan elégedve Magyarország elmúlt 27 évével. Megújuló Magyarország néven Szél Bernadett, mikor megkezdte a miniszterelnöki kampányát, akkor azt kérte tőlünk teljes frakciótól és a pártnak a vezetésétől, hogy szerte a magyar vidéken próbáljuk meg a magyar embereket meggyőzni arról, hogy nem az a természetes, hogy nem lehet megélni egy havi fizetésből, nem az a természetes, hogy rossz az orvosi ellátás, nem az a természetes, hogy rossz az oktatási rendszer, hanem lehetne másképp élni, és Európai Unió állampolgárainak egyszerűen más dukál. És azért megyünk mindenfele szerte a magyar vidéken, hogy minél több embert meggyőzzünk arról, hogy van egy másmilyen lehetőség, egy másmilyen út is Magyarországnak, és próbáljanak meg ezen velünk járni, mert ez az út egy olyan európai országhoz vezethetne, ami méltó ahhoz a történelmi múlthoz, amit Magyarországnak adatott lenne. Már az adventet tervezik. Találkozóra hívta a város vezetése a kiskunhalasi felekezetek egyháza képviselőit. A megbeszélés célja az volt, hogy mind az egyházak, mind a város tudjanak egymás programjairól, terveiről, és ahol csak lehet, közösek legyenek a célok, elképzelések. A Városháza tanács termében gyűltek össze a halasi egyházi vezetők, itt a polgármester köszöntötte a közössége képviselőit. Fülöp Róbert szerint már 2014-ben szorgalmazták az ilyen találkozót. Fontos az önkormányzat számára, hogy megismerje az egyházak gondolatait a várossal kapcsolatban, megismerjük, hogy milyen fejlesztési elképzeléseik vannak, hogy tudunk ebben mi bekapcsolódni, hogyan tudjuk támogatni, segíteni az ő mindennapjaikat, a munkájukat, és én azt gondolom, hogy fontos az egyházi szereplők részére is, hiszen ők pedig a városi fejlesztésekről kaphatnak egyfajta képet, és így közvetlen információforrást a város vezetéstől, tehát az együttműködésünket tudjuk hatékonyabbá tenni. Hozdik Zsolt plébános, aki nemrégiben tért vissza Kiskunhalasra, úgy gondolja, jó, hogy az önkormányzat nyitott az egyházak felé. Nem tudom, hogy mi volt eddig, nincsen erről még tapasztalatom. Amikor még káplánként szolgáltam itt, akkor nem tapasztaltam, hogy különösebben lett volna együttműködés. Ezzel szemben az előző szolgálathelyeimen eléggé aktív kapcsolatom volt az önkormányzattal, vagy például városnapi alkalmából Solt-Vadkerten természetes volt, hogy polgármester úr, önkormányzati képviselők, sőt országgyűlési képviselők jelen voltak, imádságot mondtak, együtt ünnepeltünk. Eddigi máshol szerzett tapasztalataim azt mutatták, hogy ezek mindenkinek nagyon hasznosak, és mindenkinek nagyon a kedvére voltak, hogyha látták azt, hogy tudunk együtt működni, vagy akár éppen együtt imádkozni, vagy kulturális programokat szervezni. Városi koncert volt nem ritkán a templomban. Én úgy érzem, hogy számos lehetőség van erre, ahol meg tudnánk oldani, hogy együtt építsünk valami szépet. A téli városi programok is szóba kerültek az egyeztetésen, így az advent és a karácsonyra való felkészülés jegyében, tehát a tanácskozás jelentős része. Azért szoktuk őszre tenni, hiszen az egyik szép olyan városi esemény az adventi hetek, amely bár a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Szervezi, de ennek szerves részei az egyházak és az ő képviselői közösségeik. Ilyenkor szoktuk megbeszélni azt is, hogy melyik vasárnapot, melyik gyertyagyújtást, melyik felekezet tudja vállalni, de az elmúlt esztendőt is, a következő esztendőt is ilyenkor szoktuk tervezgetni. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. A balesetek délutánja, motoros és kerékpáros sérültje is volt az ütközéseknek. Új rohamkocsit kaptak a mentősök, a belső kialakításnál kikérték a mentő dolgozók véleményét is. Kátyúk, bukkanók, aszfaltfoltok. Egyre rosszabb állapotban van a nagyforgalmú zsanai út. Már az adventet tervezik, az egyházi vezetőket fogadták a Halasi Városházán. Aula koncert volt a Sziládi gimnáziumban az időjárási előrejelzést követően. Erről mutatunk egy 8 perces összefoglalót a napi mozaikban. 7:30-kor a Kultúrkép magazinra hívom fel figyelmüket. Fehér Erika szerkesztő, műsorvezető már itt van a stúdióban. Szia Erika, mi lesz a mai választék?
Köszöntöm a kedves nézőket, szia! Mai műsorunkban először elegáns halasi csipkés ruhákat láthatnak egy exkluzív divat bemutatóról, aztán egy különleges fotómasinát, és megismerhetik Barna Bencét, aki még ma is sötét kamrában hívja elő a képeit. Majd jön egy rövid rendhagyó történelem óra a győztes csatákról, és itt lesz Berényi Lajos festő, 1956-os szemtanú, aki jelen volt a halasi sortűznél. Arról mesél majd nekünk, hogy hogyan élte meg ezeket a hajdani eseményeket, és programokat, illetve olvasmányt is ajánlunk majd, ez mai kínálatunk, tartsanak velünk. Köszönöm szépen, és mindez fél órában. Friss hírösszefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!